Háromnegyed tízkor teljesen üres volt a Makói József Attila könyvtár. Persze nem az érdektelenség miatt, csupán az új nyitvatartási rendszerint kedden 10 órától várják az olvasni vágyókat. Változott a nyitvatartás a többi napon is, és mivel február közepe óta összevonták a könyvtárat és a múzeumot, utóbbi is más időpontban várja a látogatókat. A szükség a finanszírozásban rejlik, hisz a központi támogatások csökkentek, így nyilván a helyi költségvetési támogatás is csökkent mindkét intézménynél, és sajnos létszámleépítésekre volt szükség a múzeumban is és a könyvtárban is, és ez okozza elsősorban azt, hogy ehhez kellett igazítanunk a nyitvatartást is, hisz nem tudjuk kiadni a szabadnapokat, illetve a munkaidőbeosztás csak ezt a csökkentett nyitvatartást teszi lehetővé. A könyvtár nyitvatartása, a felnőtt könyvtár nyitvatartása módosult csak, ugyanis itt 2,5 létszámmal csökkent az eddigi könyvtári munkatársak száma, mert a mozgókönyvtári szolgáltatást 4 év óta a mi könyvtárunk végezte a térség településein, de január 1-től egy központi rendelet folytán ez a tevékenység átkerült a megyei könyvtárakhoz, így ez a feladat megszűnt nálunk, így az a kolléganő, aki ezt a feladatot végezte, nyilván már január 1-től megvált a könyvtártól. A takarítónőnk az nyugdíjas, nyugdíj mellett dolgozott, viszont a múzeum takarítónője egy aktív időszakában van, ezért úgy oldottuk meg, hogy a múzeumban is félállásba maradt a takarítónő, és hozzánk is átjött a másik félállásba, tehát a mi dolgozónk az február 15-től nyugdíjba vonult. És sajnos még egy könyvtáros kollégától is meg kellett válni, aki közel 20 éve a könyvtárban dolgozik. Fájó szívvel tettük ezt, de sajnos a pénzügyi keretek nem tették lehetővé további alkalmazását. A felnőtt könyvtár nyitvatartása úgy változott, hogy hétfőn és csütörtökön 13 órától 18-ig, kedden, szerdán, pénteken 10-től 18-ig lehet menni. A szombati nyitvatartás 9-től 1 óráig van. A gyerekkönyvtárat a változás nem érintette. A múzeumban, mivel a létszám lényegesen lecsökkent, a három teremőrtől, február 15-től meg teljesen megváltunk, és a múzeumi munkatársak 3 fő félműszakban dolgozik, illetve 1 6 órában, 1 pedig 8 órában. Ők fogják ellátni február 15-től a teremőri feladatokat is, tehát a látogatók kísérését, illetve a múzeum bemutatását is. Ezen kívül egy önkéntes is dolgozik a múzeumban, ő elsősorban a hétvégi ügyeleteknek a biztosításában működik közre. Tehát akkor a múzeum nyitvatartása 2-től szombatig, 10-től 16 óra, tehát napi 6 órában várjuk a látogatókat, viszont február 15-től megszüntettük a vasárnapi nyitvatartást. A két intézmény összevonásáról a helyi képviselőtestület döntött, mert az állam átadta a fenntartói feladatokat a városnak. Az elmúlt időszak a dolgozók átsorolásával, kinevezésével, a munkaterv és a működési szabályzat kialakításával telt. Ezekkel tegnap végeztek. Meg kell mondanom, hogy akár a múzeumi dolgozók, akár a könyvtári dolgozók nagyon nagy segítségemre vannak ebbe a nehéz időszakba. Különösen a múzeumi dolgozók, akik most a vállukon viszik a múzeumnak a napi tevékenységét, hisz eddig még nem igazán sikerült nekem abba belefolyni. Ezen kívül egy nagy munka is zajlik a múzeumban, mégpedig a leltározás, amikor valamennyi műtárgyat le kell leltározni, hogy át tudja venni a város ténylegesen, hogy mi az, ami átkerült ide az ő tulajdonukba. Hát ez is folyik. Az a szerencsénk, talán nem szerencse, de mégis most az, hogy nem olyan nagy a látogatottság a múzeumban. Az igazi szezon az majd április végével indul. Remélem, hogy akkor ezzel a leltározással elég jól el tudunk haladni, és akkor már valóban a turistákra, illetve a látogatócsoportokra tudjuk a figyelmünket összpontosítani.